Szokatlanul nyugodt délelőtt volt ma a Honvéd Kórház sürgősségi osztályán. Egy nézőnk készítette ezeket a felvételeket. A látszólagos nyugalom mögött viszont nagy a feszültség. Az osztályvezetőjének, Zaher Gábornak már ma sem kellett bemennie. A honvédelmi miniszter eltekintett attól, hogy letöltse 2 hónapos felmondási idejét. Még távozása előtt Zaher levelet írt az intézmény vezetésének, ezt az Index hozta nyilvánosságra. Ebben azt írta, a jelenlegi személyi állománnyal, illetve műszerezettséggel legkésőbb október első felében működésképtelenné válhat a Honvéd Kórház sürgősségi osztálya. A levél tételesen felsorolja, hogy 6-an dolgoznak úgy, hogy már a felmondási idejüket töltik. 2 gyereket várnak, van, aki végleg el akarja hagyni a pályát, van, akit külföldre vezényeltek át, és vannak, akik különböző okokból csak félállást tudnak vállalni. Szerinte a problémát nem mondja meg, ha más osztályokról vezényelnek át olyan orvosokat, akiknek nincs sürgősségi gyakorlatuk. Azt írta, volt olyan orvos, akinek elmondása szerint fonendoszkóp legutóbb az egyetemen volt a zsebében. Az orvosi kamara elnöke szerint ez veszélyes gyakorlat. Az, hogy csak azért, hogy legyen ott valaki a bőrgyógyásztól, a fülorgégészen keresztül, az urológusig, mindenkit oda vezényelünk, kipipálhassuk a létszámot, ez duplán veszélyes. Először is abból a szakmából elveszi a kapacitást, ahol szinten nincsen korlátlanul. Kerestük a Honvéd Kórház vezetését és a kórházat üzemeltető Honvédelmi Minisztériumot is, hogy megkérdezzük, hogyan akarják megoldani a Zaher Gábor által felvetett problémákat, de nem kaptunk interjút. Kerestük Zaher Gábort is, de ma ő sem kíván nyilatkozni. Utoljára januárban adott interjút az RTL Híradónak azzal kapcsolatban, hogy meghalt egy férfi az osztályán, aki 11 órás várakozás után került műtőasztalra a sürgősségről. A főorvos akkor azt mondta, leterheltek ugyan a dolgozók, de nem ők hibáztak. Elképzelhető, hogy kommunikációs hiba volt a történetben, szakmailag a lelkiismeretünk tiszta. A kivizsgálásnak vannak bizony szabályai, ez nem úgy működik, hogy valakit behoznak, és akkor azon nyomban irány a műtő. Itt vannak bizonyos laborvizsgálatok, egyéb diagnosztikus vizsgálatok, amelyek egymásból következnek. A Honvédelmi Minisztérium kérdéseinkre ma ugyanazt válaszolta, mint tegnap. Az intézményben a betegellátás folyamatosan biztosított.